A koncert napján június 14-én jelent meg új lemeze. Ezt még nem ismeri a nagy érdemű, de egy számot eljátszanak róla, mondta az egyik legnagyobb rocker, Rudán Joe. Jól bevált dalokat adnak elő az előző három lemezükről, a Káptalan kertben Pécsen, a Made in Pécs fesztiválon. Vendégem Nagy Dávid barátom, aki minden lemezemre írt dalt, egyébként ő vele régen sokat játszottam a Pokolgét nevű zenekarban, és ezt az egy dalt fogjuk most felvenni. Különleges, ez az a különlegesség a bulinak, hogy ebből az egy dalból lesz egy klippet csinálunk majd. Úgyhogy egy elég rendhagyó, hogy az új lemez ma jelent meg, ott van egyébként kint újságmelléket lehet kapni a lemezt, Vas Vitéz a lemeznek a címe. És úgyhogy most itt debütál egy dal, a lemeznek a legelső dala, az Enyém az egész világ címmel, úgyhogy ez a különlegessége a koncertnek, de hát nyilván az összes olyan dalt eljátszok, ami kötelező darabok. A jobb bevált hard rockos hangzás van, nagyon jó dalok vannak, olyan szerzők is szerepelnek az album, akik eddig nem szerepeltek, úgyhogy megtisztelő, hogy Valla Attila is, hogy 5 dalt jegyez, mint szövegíró. Én nagyon tisztelem őt, és örülök, hogy összejött a együttműködés. És hát megint hosszú lett a lemez, megint 18 dalból áll, tehát nem tudok rövid lemezt csinálni. Olyan sok az új dal, hogy nem tudunk kihagyni dalokat. Tehát, szerintem nagyon jó anyag lett. A kiadóm azt mondja, hogy szerintük a legjobb albumom, de hát mindig azt mondja mindenki, most a legjobb lemez. Én nem mondom azt, hogy a legjobb lemez, egyébként szerintem is egy jó album, de meg kell hallgatni. A nyári turnék listája megvan, de már januárig is tele a naptárja Rudán Joe-nak. Most erről is beszélt stábunknak. Visszafelé megyek, a decemberi szokásos Kodály koncertem, ami 14-én lesz, és most egy budapesti nagybulit is bevállaltam, úgyhogy lesz január 25-én az Erkel Színházban Budapesten egy hasonló koncert, mint a Kodály, ilyen ünnepi jellegű. Oda is jönnek velem a városból a Big Band zenészeim, Rivált Bakuszos barátaim, úgyhogy ez lesz januári, most már előre haladtunk az időbe, visszafelé ugye az ősszel a szokásos koncertek, nyáron meg hát a rengeteg fesztivál, ami van, nagyon sok helyen játszunk, tudnak, én több lábon állok, tehát nekem a akusztikus formációm, akkor az a Rudán Joe Band, amiben ma vagyunk, ugye van akkor egy őspokolgépes felállás, a Totális Metal, azon kívül Attila Fejtársot, ahol Varga Mikiékkel vagyok, tehát több formáció van mindegyikkel, valamelyik hétvége mindegyikben van 2-3. És hogy mi tartja benne az erőt, energiát 60 pluszosan. A világon a legjobb válasz nem lehet más, csak ez. A két lurkolt, a két kicsi lányom, akik azért tartják bennem az erőt, meg a szúzt egyébként, úgyhogy eléggé lefárasztanak, úgyhogy csoda, hogy még így bírom, de ez a legjobb fáradtság, ami létezik az életben.